A Szadai Székely Bertalan egységes óvoda és bölcsöde célja, hogy az intézménybe járó gyermekek számára derűs, szeretetteljes, tevékenységre ösztönző, ingergazdag környezetet biztosítsanak, az egyéni képességek figyelembevételével és a mással nem helyettesíthető gyermeki játékszabadság tiszteletben tartásával. Az óvoda nevelési programjában szereplő értelmi és érzelmi nevelés mellett fontos szerepet kap az egészséges életmódra nevelés is. Minden tanévben van egy kijelölt nevelési terület, amit kiemelten kezelünk. Az idei tanévben az egészséges életmódra nevelés volt, amit megneveztünk. Erre készítettünk egy 3 hetes projektet. Mind a 3 héten más témát ölelt át a foglalkozások. Az első héten a testünkkel, az érzékszervekkel és ezek ápolásával, gondozásával foglalkoztunk, és kértünk segítő embereket is, akik ezeknek a dolgoknak, a területeknek a szakemberei. Marcsi is a fogászat területén már tevékenykedett, és ő ebben segített. A védőnőt is segítségül hívtuk, ő is előadásokat, illetve foglalkozásokat szervezett a gyerekeknek. Akkor volt a táplálkozás, mint egy terület, ahol egészséges ételeket készítettünk itt az óvodában, gyümölcssalátát, zöldségsalátát, gofrit sütöttünk itt a gyerekekkel, tevékenykedtünk, illetve a 3. terület, ez a mozgás hete, ami most következik. Itt a mozgásé lesz a főszerep, a mindenféle ügyességi játékokat fogunk játszani, túrázunk a szülőkkel, közös zenés torna lesz. Megmutatjátok nekem, hogy szoktatok fogat mosni? Képzelétbeli fogkeféket vegyük elő. Mit csinálunk először? Fogmosó pohár, engedünk bele egy kis vizet. Öblögetünk. Hogy öblögetünk? Jól megzubogtatjuk a szájban a vizet. Hagy lássam, hogy zubogtattok. Na, hagy lássam azokat a fogkeféket. Hogyan kezdünk fogat mosni? A mozdulatokat szeretném látni. Ki hogyan mos fogat? Képzeletbeli fogkeféket hagy lássam. Az íntől a fog felé oldalt söprögetünk. Erről is kisöprögetjük. Belül a nyelvünk felől is kisöprögetjük alaposan. Ezek olyan részek, amiket nem szerettek jól takarítgatni, úgyhogy most ott jól erősen dörzsöljük fölfele, söprögessük ki belőle. Szuper! A fogunknak a tetejét, hogy szoktuk, azt már lehet dörzsölni nyugodtan. Hagyd lássam, hogy dörzsölitek. Dörzsöli mindenki? Szuper! Fönt a felső fogsorunk. Hol a felső fogsorunk? Melyik a felső? Hagyd lássam. A Tiszta Mosoly program célja, hogy a segítséget nyújtson az óvodáskorú gyermekeknek a helyes fogmosási technika elsajátításában, az egészségtudatos magatartás kialakításában, miután része a szájápolás ugye az egészségünknek, ott kezdődik az egészségünk, és segítséget nyújtani szeretnénk a gyerekeknek és a szülőknek és az óvodákban dolgozó pedagógusoknak ezzel a programmal, hogy az óvodai foglalkozások keretében lehetőséget adunk egy ilyen komplett program bemutatására, ahol a gyerek interaktív játékos foglalkozást készítünk, és ez folyamán egy plakfestésre is sor kerül. A plakfestésnek az a célja, hogy a gyerekek szembesüljenek azzal, hogy mely területeket tudnak tisztán tartani, és kevésbé tisztán tartani, de hogy tudjanak odafigyelni arra, hogy hol maradnak a szánkban lepedékek. Ez a plakfestő foglalkozás gyakorlatilag otthon is elvégezhető, azzal, hogy a szülőket és a felnőtteket is próbáljuk bevonni a programba. Adok nektek egy ilyen lila tablettát, mindenki nyújtsa ki a kezét. Nézzétek meg, szagoljátok meg, tanulmányozzátok, hogy mi ez. Nincsen szaga, nincsen íze. Én is. Jó, számolok, 5-re be fogjuk venni a szánkba, és utána 15-ig elszámolok, és amikor letelt a 15, akkor ki fogjuk köpni. Vegyétek a szátokba. Nincsen íze, nincsen szaga, szopogatjuk. Ahogy szoktuk a szánkban szopogatni a tablettákat? Mozgatjuk, egy kicsit a nyelveddel mozgass meg, hogy mindenhol meg tudja színezni, ahol fontos. Most nézzük meg a tükörben a szánkat, jó? Mindenki menjen oda, közelebb, köpjetek még, ha szükséges, és nézzétek meg a fogatokat, oké? Nézzük meg, hol maradt lepedék, oda nézzetek, figyeljetek, ott maradt lepedék a szájában egy kicsi.
Mutassa mindenki a fogait. Nézzük meg belül a barázdákat is a barázdákban. Hú, Zsolt jött leghátul, nézd csak! Milyen jól söpröget. Mindenki milyen jól söpröget. Oldalt is, belül oldalt is. A belső felszínt is, a tetejét is a fogaknak. Nagyon jó. Hogyan és kik csatlakozhatnak ehhez a programhoz? A honlapunkon megtalálják az elérhetőségünket, ott az óvónők, óvodavezetők számára és a szülők számára is vannak információk és elérhetőségek a teljes programról és a kapcsolatfelvételi lehetőségről is. Vejc Magdolna intézményvezető szerint az óvoda minden SZADA intézménnyel jó kapcsolatot ápol. A községben található minden intézménnyel nagyon jó a kapcsolatunk. Értem ez alatt a családsegítőt, az iskolát, a szociális otthon. Most éppen a Margita idősek otthonával van egy közös projektünk, rajzpályázatot írtak ki számunkra, és az óvodás gyerekeink nagyon sok jó sikerült munkát készítettek erre a rajzpályázatra, amit majd leviszünk, és ott fogja a szociális otthon falát díszíteni a gyerekeim munkái. Ezen kívül lejárunk anyák napjára szerepelni, vagy ha az idősek napja van, arra megkérik az óvodásainkat, és akkor nagy örömmel lejárnak az óvodások szerepelni. Nagyon szeretünk lejárni a szociális otthonba, és úgy látjuk, hogy az idősek nagyon örülnek nekünk, és nagyon várják azt a pillanatot, amikor az óvodások kis műsorral meglephetik őket. Nem olyan rég felkerestek minket a szociális otthonból, hogy a gyerekek számára egy tavaszváró rajzkiállítást szeretnének rendezni. Ezzel díszítenék tulajdonképpen a szociális otthon folyosóját, hogy kicsit feldobják a színekkel a hangulatot, és megkértek, hogy nagy csoportosokkal, meg a szebben rajzoló, ügyesebb gyerekekkel készítsünk mindenféle technikával rajzokat, képeket. Tulajdonképpen főleg a méhecske csoportosok, a katicákból a nagy csoportos korúak, középsősök, és még a másik három csoportból is készültek rajzok. A rajzpályázat címe tavaszvárás volt, és természetesen ebben a témában születtek a rajzok. Közel 50 rajzot tudtunk összegyűjteni. Van olyan rajz, ami otthon született, mert a szülőket felkértük. Tudtak erről a rajzversenyről, és otthon a szülők a gyerekekkel együtt készítették ezeket a rajzokat. Az óvodában egy évben kétszer rendezünk rajzkiállítást karácsony előtt és Székely Bertalan nap környékén. Ilyenkor feldíszítjük az óvoda folyosóit a gyerekek rajzaival, melyre a szülőket meghívjuk szeretettel. Az óvoda épületének, udvarának fejlesztését, szépítését az óvoda dolgozói mellett a nagyközség képviselőtestületének tagjai is fontosnak tartják. Ebben az évben a háttam mögött lévő kertből szeretnénk óvodaudvart készíteni a gyerekek számára. Szeretnénk is veteményest mind az öt csoportnak, hogy tudjanak veteményezni. Ezen kívül szeretnénk egy focipályát a fiúk részére, szeretnénk egy olyan kis területet kialakítani, ahol rollerozni, motorozni, különböző járművekkel tudnak majd játszani, és a fönti rézsű részbe pedig hintákat szeretnénk, mivel a mostani udvarunk elég kicsik, itt nem tudtunk hintát a gyerekek részére kialakítani, ezért itt szeretnénk hintát, hogy tudjanak hintázni is, mert nagy igény van a hintára, a gyerekek nagyon szeretnek hintázni, ezért hintákat szeretnénk majd a rézsőbe telepíteni. Körülbelül ez a négy dolog fog elkészülni majd most a tavasz folyamán. A kerti munkálatokat, tehát a teraszoknak a megépítését és azoknak a kialakítását Oroszi Sándor, szódás képviselő testületi tag fogja elkészíteni. Ő ingyen társadalmi munkába fogja ezeket elkészíteni, és mi pedig április 11-én szombaton a szülőkkel szeretnénk egy nagyszabású társadalmi munkát szervezni, amin szeretném, hogyha jönnének anyukák, apukák, gyerekek, családok, és egy nagyon jó kis délelőtöt töltenénk itt együtt, úgy, hogy közben az óvoda udvara elkészülne, a rézsűben növényeket szeretnénk telepíteni, azon kívül mindenféle klassz dolgokat csinálni itt azon a szombati délelőttön, tehát erre várjuk a jelentkező óvodás szülőket, de ha valaki más megtisztel minket, őket is szeretettel várunk. Tehát körülbelül ez lenne az elképzelés itt ennek az udvarnak a kialakítására, amit majd hát minél előbb birtokba szeretnénk venni a gyerekekkel. Hát ehhez nagyon sok pénzre lenne szükségünk, amiből nagyon kevés van. Hát mi általában a bevételeinket az adó 1%-ából szoktuk
tehát abból kapunk, azon kívül novemberben jótékonysági bált szoktunk szervezni, és a jótékonysági bevételét szoktuk még ilyen dolgokra fordítani. Most nagyon kevés pénz áll a rendelkezésünkre, de hát végül is összefogással megoldjuk ezt a feladatot, mert amit mi elképzelünk, vagy amit én elképzelek, az többé-kevésbé megvalósul itt az óvodában. Az adó 1%-át ebben az évben is gyűjtjük, mert a lenti tagintézményben is szeretnénk majd egy udvart kialakítani, amihez nagyon-nagyon sok pénz kellene. Ehhez még szadai vállalkozókat, szponzorokat is keresek majd, és keresünk, megkeressük őket, hogy támogassák az ottani udvari programunkat, mert oda is szeretnénk egy nagyon szép játszóteret. Tehát gyakorlatilag ezekből a kis pénzekből próbáljuk ezt megvalósítani. A Székely Bertalan Óvoda közhasznú kulturális alapítvány az alapítói szándéknak megfelelően az óvodába járó gyermekek környezetének jobbításán fáradozik. Az utóbbi években többek között játszóteret, sószobát, öltözőt, mosdót és tetőtéri közösségi teret alakítottak ki. A további fejlesztésekhez idén is várják a támogatásokat. A bölcsödével nem rendelkező nagyközség vezetése, figyelembe véve az óvodai csoportlétszámok növekedését, úgy döntött, hogy pályázat útján egy új háromcsoportos, egységes óvoda bölcsödével bővíti az intézményt. Az Ibüldias építész Jánosi János által tervezett új épületet 2014. novemberében vették birtokba a szadai óvodások. Elkészült ugyanez a gyönyörű intézmény, de még szeretnénk itt is nagyon sok dolgot megvalósítani. Itt mellettem a sarokba szeretnénk egy csobogót, itt el fog készülni majd aranyhalakkal egy szép kis csobogó, amit egy cég ajánlott föl számunkra. A kinti udvart is szeretnénk majd még bővíteni. Kaptunk egy nagy kertet itt a szomszéd telken, és ott szeretnénk majd műfőves pályát a gyerekek számára, és különböző kis játszóeszközöket szeretnénk még oda telepíteni. Ez egy hatalmas beruházás lesz, mert eznek az értéke több millió forintra fog rúgni, és erre nagyon sok pénzt szeretnénk majd összegyűjteni, amiből ez megvalósul. Tehát a kertet szeretnénk itt megvalósítani most a közeljövőben. A szadai Székely Bertalan egységes óvodába és bölcsödébe beiratkozó gyermekek és szüleik egy programnak köszönhetően megismerkedhetnek az intézmény életével, hangulatával, valamint leendő óvónőikkel és dadusaikkal. Egy programot készítettünk ebben az évben a gyerekek részére, nyitva van az Aranykapu címmel, 6 alkalommal várjuk őket hétfői napokon. Hétfői napokon 3 és 5 óra között betekinthetnek az óvodába, itt ebbe a lenti tagintézménybe is, különböző programokat szerveznek az óvónénik a gyerekek részére, és a fenti központi óvodába is 3 alkalommal betekinthetnek az óvoda légkörébe, különböző kézműves foglalkozásokkal várják őket az óvónénik, tornázhatnak, megtekinthetik az óvoda helyiségeit, egy picit óvodásnak érezhetik magukat 6 alkalommal. Ezen kívül egy nyílt napot is fogunk szervezni. Április 2-án csütörtökön délelőtt fogunk egy egész délelőttös programot a gyerekek számára, amikor a szülőkkel együtt eljöhetnek az óviba. Minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke jól érezze magát az óvodában, ezért szükséges, hogy megismerkedjenek az óvoda életével, bepillantást nyerhessenek a mindennapokba, és ez a nyílt napok nagyon jó alkalmat adnak erre. Hogyan zajlott az első ilyen program? Az első nyílt napunkon a tornaszobával ismerkedhettek meg a szülők és az udvarral, játékos, mozgásos tevékenységeket biztosítottunk a gyerekeknek, ahol csúszdázhattak, bujkálhattak, és nagyon élvezték, nagyon jól zajlott ez az egész esemény. A mai napon pedig a csoportszobába mehetnek be a gyerekek, ahol birtokba vehetik a játékokat, és bizonyos vizuális tevékenységeket végezhetnek. Nagyon jó ötletnek találom, hogy így az újonnan beiratkozó gyerekek megismerkedhetnek kicsit az óvónénikkel, meg az óvodai légkörrel. Úgyhogy mi már voltunk egy nyílt napon a másik óvodában, és akkor ott nagyon kedvesen fogadták az óvónénik, a dadusok, leültek gyurmázni velük, rajzoltak, építőkockáztak, úgyhogy nagyon élvezte a kislányom. Milyen szempontok alapján választ bölcsödét, óvodát? Hát a légkör nagyon fontos, hogy családias legyen, tehát hogy még viszonylag kicsi, ő is 2,5 évesen fogja kezdeni, nem szeretném egy ilyen nagyon nagy hodályba, vagy nagyon nagy menü helyre beadni, és ez az óvoda pedig nagyon barátságos, egy kis szobákkal, meg a színválasztáson minden olyan harmonikus, tehát
Nagyobb gyerek, nagyobb testvér is ide jár, úgyhogy csak pozitív véleményünk van róla. A mi gyerekünk már jár családi napközibe, áthagyjuk Mogyoródra. Sajnos itt nincs lehetőség ilyen pici gyerekeket elhelyezni korábban, és nagyon örülünk annak, hogy már van erre lehetőség, 2 éves korától szeretnénk hozni ide a bölcsődébe a gyereket. Hogyan történik a csoportba való beszoktatás? Hát a beszoktatás 2 hétig tart, anyukával először, és fokozatosan csökkentjük az időtartamot az anyával való tartózkodást. Ez minden gyereknél egyéni, attól függ, hogy melyik gyereknek mennyi időre van szüksége. Ez tulajdonképpen gyereke válogatja, hogy mennyi ideig tart. Az érdeklődő szülők és gyermekeik az óvoda új 21. századi testnevelési programjával is megismerkedhetnek. Az óvodában a testnevelés általában mindennapos mozgás, minden nap van. A mi testnevelésünk egy nagy testnevelés minden kedden van. Hogyan zajlik egy testnevelés óra? Egy testnevelés óra, hát tulajdonképpen tele játékokkal. A terv szerint megy mindig, minden mozgáshoz, mozgástípusokhoz játékokat keresünk, és így zajlik. Mindig relaxáció van, mozgás lehetőség egyébként az udvaron is folyamatosan van, és nem kimondottam a csoport, nem csak a csoportszobában és tornateremben, hanem az udvaron is vannak mindig mozgásos játékok. Hát a 21. századi testnevelés annyiból más tulajdonképpen, hogy először is a felépítése is más a régi hagyományostól, mert a úgymond gimnasztikai gyakorlatok eltűntek, felváltotta egy játék, ugyanolyan gyakorlatokkal, csak játékosan. Itt az a cél egyébként ebben a testnevelésben, hogy minél tovább benn maradjon a gyerek a mozgásban, mivel minél tovább gyakorol, annál ügyesebb lesz az adott mozgásban. És ezért is fontos az, hogy még miben más, a legszembetűnőbb, hogy ezek a kiesős játékokat teljesen eltüntette, úgy értve, hogy átalakította. Tehát mindig az a lényeg, hogy adjunk lehetőséget, hogy minél hamarabb vissza tudjon kerülni a játékba. Ezek a kiváltós, mint amit ugye itt is láttunk, hogy valamilyen feladatot megcsinál, és visszaállhat a játékban. Szadán örömteli módon egyre több a fiatal házas, melynek köszönhetően a születések száma is emelkedést mutat. A szadai Székely Bertalan óvoda és bölcsöde korlátozott számban már 2 éves kortól várja a munka világába visszatérő anyukák gyermekeit. Az új intézmény, amiben most állunk, ez tavaly november 3-án adtuk át, és azóta tartózkodnak itt gyerekeink. Ezzel a 3 csoporttal, amivel bővült az óvodánk, így a létszámunk is tud bővülni, tehát bőven van helyünk az új gyerekek számára, tehát szeretettel várunk mindenkit. Én úgy gondolom, hogy minden gyerek, aki beiratkozik, be fog kerülni idén az óvodába, tehát várjuk a jelentkezőket, és számítunk a gyerekekre és a szülőkre, hogy jönnek és beiratkoznak ide ebbe az új intézménybe. Az óvodával, illetve a beiratkozással kapcsolatban további információk az intézmény honlapján találhatók a sadaovi.vix.com címen.